Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni Eckensberger Tündét, aki a múlt hónapban csatlakozott a DXN-hez, és most néhány szóban szeretném, hogyha bemutatkozzál Tünde, csak tényleg, amit fontosnak gondolsz. Eckensberger Zsoltné Tünde vagyok, Szentendrén élek, 5 gyerkőcöm van, egy helyi technikum és szakképzőiskolában dolgozom szociálpedagógusként, és dobbantó osztályom van. Most szeptember 1-től. Szabadidőmben szívesen kirándulunk, sütünk, főzünk, nagyon sokat vagyunk együtt így a szűkebb családban. Jó, köszi szépen. Az első kérdésem az volna, hogy amikor erre bukkantál, akkor milyen lehetőséget kerestél? Hát én valamilyen alternatív módszert kerestem az emésztőrendszeri problémámra, miután a nyugati orvoslás képtelen volt megoldani a problémát, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor kezembe veszem az irányítást, és így akadtam a DXN-re. És én úgy tudom, hogy ugye neked egészségügyi végzettséged is van, tehát bizonyos szempontból a barikád másik oldalára kerültél akkor. Hát egészségügyi szakközépiskolát végeztem, de nagyon sokat nem dolgoztam a szakmában, úgyhogy én gyorsan elpártoltam onnan, és inkább másfelé indultam. Köszi szépen. Milyen szempontok voltak fontosak neked a döntésnél? Hát egy az, hogy megbízható legyen a cég, valamint nagy tisztaságúak legyenek a termékei, jó vélemények legyenek róla, lehessen olyan személy, akihez lehet fordulni kérdésekkel, és kapjunk rá választ, és én ezt így mérlegeltem, és ezek után választottalak benneteket. Köszi szépen. Volt-e bármiféle ellenérzés, bizonytalanság benned? Nem, abszolút nem volt semmi. Én ebben nagyon hittem. Úgyhogy ilyen pillanatok alatt faltam is mindent, amit így lehetett elolvasni, megnézni. Úgyhogy ebbe így teljesen belevetettem magam. Tudsz mondani olyan pontot, amelyik végül is meggyőzött, hogy na ez volt az utolsó csepp, hogy oké, akkor ez lesz a jó döntés? Én az az igazság, hogy én ahogy így rátok akadtam, én nagyon nem is keresgéltem mást. Tehát néztem még hasonló cégeket, de onnan nem jött válasz, e-mailen sehogy se, ahogy írtam nekik, tőled egyből kaptam választ, és tehát nem is volt kétség, hogy mást válasszak. És most szeretnék még egy kérdést feltenni, amire nagyon nehéz jó választ adni, hogy vannak-e valamilyen tapasztalataid a termékkel kapcsolatban úgy, hogy ez politikailag korrekt legyen, tehát tudod, mire gondolok, amit el szabad mondani. Hát a saját tapasztalataimat én szerintem megoszthatom, és az elég sok van. Például ugye az emésztőrendszeri problémám az teljes egészében megszűnt, ami miatt én elkezdtem szedni a gombákat. Nem szedek a refluxra gyógyszert. Éjszaka 6 órát tudok zsinórba aludni, amit előtte nem tudtam. Tehát ilyen 2-3 óráként felébredtem, és akkor forgolottam. Aztán az ízületi fájdalmaim elmúltak a kezembe, nem duzzad az ujjam. Kicsit puskáznom kell, mert nagyon, tehát én nagyjából így összeírogattam, mert nagyon sok minden van. És most, amit a héten viszont tapasztaltunk, ugye a férjem is most már körülbelül egy hónapja szedi, kicsit több, mint egy hónapja szedi, és a cukrát egész jól levitte, tehát az értékét, 6,8-as cukorértéket produkált, és neki olyan 10 körül is szokott lenni. Úgyhogy szerintem ez szuper. Nem tudom, hogy ebből mi korrekt, vagy mi nem korrekt, de ezek a saját véleményeim, amit tapasztaltam, illetve az, hogy sokkal energikusabb vagyok, az, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, ezt a gyerekek is megerősítik, és mondták is a keresztülőknek, hogy anya olyan nyugodt lett, nincsenek ilyen hangulatingadozások, szóval még tudnék biztosan sokat mesélni erről. Hát nagyon szépen köszönöm ezt is, meg a riportot is veled. Remélem, hogy ezek a jó tapasztalatok csak még bővülni fognak. És akkor ma már üzlet, akkor cél a gyémánt. Köszönöm szépen. Most meg kipróbáljuk majd, mert a fiam meg csúnyan eltört a csuklóját. Úgyhogy így húzni kellett, meg vonni kellett, úgyhogy most ő is tesztelgeti a terméket. Gyorsabban felépüljön. Köszi szépen. Úgyhogy köszönöm.